Nagyszombatban Pázmány Péter esztergomi érsek alapított egyetemet, amely Mária Terézia rendelete alapján egészült ki orvosi karral. Utóda a mai Semmelweis Egyetem. Az intézmény 200. születésnapján vette fel a legnagyobb hatású magyar orvos nevét. Levéltárában minden diák neve megtalálható, aki a csaknem negyed évezred alatt diplomát szerzett. Ma 6 karon 11 ezer hallgató készül hivatására. Az oktatás mellett a hagyományok tisztelete a legfontosabb. Utóbbi például azt jelenti, hogy igyekeznek megőrizni szép épületeiket, műtárgyaikat, de megvalósítani a legkorszerűbb munka és életkörülményeket is. Ez egy jó közeg, amelybe belecsöppent az ember, tehát itt a professzorok nem csak egyszerűen a gyógyítás mesterei voltak, vagy az oktatás mesterei, hanem egybe hagyománytisztelők. Tehát a professzori szobák tele vannak régi bútorokkal, relikviákkal, korábbi híres professzorok festményeivel, és ebbe születtek bele az újabb generációk. 20 éve már, hogy az első évesek a Semmelweis értékekkel a Tatai tópartján ismerkednek a gólyatáborban. Ez egy nagyon különleges hivatás, ez az orvosi hivatás. Nap mint nap olvashatunk arról, hogy ez egyfajta devalvációnak lett kitéve, támadásnak, gyakran jogos, de gyakran jogtalan támadásnak lett kitéve. Ez egyfajta társadalmi értékítélet csökkenéshez vezetett, úgy érezzük. Azonban mégis nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az orvosi hivatás, ez egy ősidőktől fogva, ez egy rendkívül nemes hivatás, amelyet nem reggel 8-tól délután 4-ig gyakorol a hivatását végző orvos, hanem eskü alatt a nap 24 órájában végzi ezt a hivatását. Tehát ő bármikor fölébreszthető és zokszó nélkül, vérzivataros időkben is helyt kell állnia, ötletekkel kell előrukkolni akkor is, amikor már mindenki más kifogyott az ötletekből, embernek kell maradni az embertelen időkben is. Tehát olyan erkölcsi kiállással is kell rendelkezni, amely szinte máshoz nem is hasonlítható. Az út, amely az orvosi hivatás kezdetéhez vezet, ez is egy különleges út, és ezt próbáltuk így a professzortársaimmal ennek a lépéseire is rávilágítani. Az orvostanhallgatók, ezt lehet, hogy a közvélemény nincs is ezzel teljesen tisztában, ők már az év nyitó alkalmával, az első évnyitó alkalmával fogadalmat tesznek, amely bizonyos kötelezettséget ró rájuk. Őket már orvostanhallgatóként is ugye a betegek bizalmukba fogadják, olyan ismereteket, olyan tudáshoz jutnak hozzá, amelyet tulajdonképpen őrizniük kell. És természetesen olyan tudást fognak itt szerezni, amely máshoz nem hasonlítható. Nagyon fontos, hogy az az útravaló, amit adunk, ez egy fiatalnak egy meghatározó élménye. Most érettségizett, gyakorlatilag most ért emberré, és az egyetemi tanulmányaival ő egy új lépcsőfokra lépett rá. És ennek a lépcsőnek gyakorlatilag az első eleme, vagy első pozíciója a gólyatábor, az a 6 nap, amit itt eltölt, ami azért is szabatott ilyen hosszúra, mert fontos, hogy a hallgatók nem csak csoportszinten, hanem szakmaszinten is egymást megismerjék, egymás tevékenységét, de eközben legyen lehetőségük kulturált pihenésre, szórakozásra, csoportépítő programokra, tehát mindenre, ami a későbbi hivatásukat, illetve későbbi tanulmányaikat elősegíti. Tekintettel arra, hogy egészségügyben fognak dolgozni azok a hallgatók, legalábbis mi ebben reménykedünk, hogy hallgatóink többsége a szakmáját fogja gyakorolni, és nem kényszerül arra, hogy más területeken dolgozzon, hogy mindezt méltó körülmények között, lehetőség szerint hazánkban, természetesen külföldi tapasztalatszerzéssel, de alapvetően hazánkban végezzék, és legyenek ezáltal megbecsült polgárai, minden értelemben megbecsült polgárai a hazának, illetve társadalmunknak. Mire a gólyák eljutnak az első előadásig, szemináriumig, már kiderül, hogy a szakma iránti érdeklődésen kívül ki mit hozott magával a Semmelweis Egyetemre. Nagyon érdekes volt tapasztalni azt, hogy a tehetség, különösen egy orvos egyetemen rendkívül sokrétű. Amikor beszélgettünk ezekkel a diákokkal, kiderült, hogy köreikből egy egész szimfonikus zenekart össze lehetne rakni, egy egész sportcsapatot, egy egész kiállítást meg lehetne rendezni művészeti tekintetben is. Tehát
rektorunk Tulasai Tivadar szokta volt mondani, hogy egy orvos az egy olyan integráns egyéniség, aki valahol úgy mindenhez ért. Azért fontos ez egy orvos számára, mert nem lehet tudni, hogy az adott beteget hogy lehet megérinteni. És hogyha az adott, már hogy lelkileg, és hogyha az adott beteggel lelkileg nem lehet kontaktust teremteni, akkor a gyógyításnak is egy nagyon fontos eleme kiesett. Tehát nem véletlen, hogy egy orvos egyetemen ez összefügg, és nagyon nagy öröm a számunkra, hogy ezt segíteni tudjuk a professzori kar részéről. Az évfolyamok legjobb diákjai 25 éve kerülhetnek a Korányi Frigyes szakkollégiumba. 25 évvel ezelőtt mertünk nagyot álmodni, azt álmodtuk, hogy létrehozhatunk egy olyan szervezetet, amelyben a szervezet tagjai képesek a megálmodott jövőt megvalósítani. Úgy gondoltuk, hogy többek szeretnénk lenni, többet tanulunk, jobb eredményeket érünk el, és ebben az esetben a hozzászólásaink, gondolataink később kamatoznak, felhasználhatóvá válnak. 1985-ben hoztuk létre ezért a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a Korányi Frigyes szakkollégiumot. Felvállaltuk azt, hogy olyan értelmiség képzéséhez járulunk hozzá, amely értelmiség szakmailag fedhetetlen, széleskörű tájékozottsággal rendelkezik, fogékony a társadalom és az egészségügy problémái irány, tenni akaró, tenni tudó, és ami nagyon fontos, tetteért felelősséget és vállaló értelmiséget. A mi szervezetünkben, a szakkollégiumban kialakult egy közös jövőkép, és a hallgatók ehhez a jövőképhez igazodtak, többet tanultak, többet tettek, jobbá váltak, és mindezt nem azért tették, mert mások elvárták tőlük, hanem saját maguk akarták. És ami még nagyon fontos, hogy a szakkollégium egy olyan közéleti kísérleti terep, ahol a hallgatók kipróbálhatják, megtalálhatják önmagukat, behatárolhatják lehetőségeiket, felmérhetik vállalni kívánt társadalmi szerepüket. A szakkollégium ennek következtében alapvetően a szakmai munkát helyezi előtérbe. A szakmai munka alapja a Korányi kurzus. Ennek keretében hetente 2-3 alkalommal külsős előadók tartanak olyan előadásokat, amelyeket az egyetemen nem vagy csak érintőlegesen lehet hallani. Az egyik legnagyobb szabású program a Korányi Frigyes Tudományos Fórum. Ezt 15 évvel ezelőtt hoztuk létre, azzal a céllal, hogy lehetőséget adjunk nem csak a szakkollégistáknak, hanem tudományos diákköri tevékenységet folytató hallgatóknak, PhD-s hallgatóknak, frissen végzett diplomás orvosoknak, és nem csak a Semmelweis Egyetemről, hanem a társegyetemekről, határon, innen és túlról, hogy eljöjjenek, bemutassák tudományos munkájukat, szakmai és baráti kapcsolatokat köthessünk. A szakmai szerveződések támogatása az egész felsőoktatásra nézve hozott tapasztalatot. Akik részesei voltak egy körnek, egy közösségnek, értve ez alatt akár egy szakkollégiumot, egy diákkörű mozgalmat, vagy mostanában a tehetséggondozó kezdeményezést, ami persze még nem ment föl a végzősökig, illetve erről még ilyen tapasztalataink nincsenek. Azt mutatják ezek a vizsgálatok, hogy azok, akik egy szoros baráti körre kialakult itthon, azok hazajönnek. Azok sokkal inkább hazajönnek, még, hogy mondjam, áldatlanabb körülmények közé is, mondjuk egy külföldi tanulmányút után, semmint azok, akik nagyon egyedül maradtak az életük során, mármint szakmailag, azok hajlamosabbak kint maradni. Ez egy olyan nagyon fontos tényező, amire nem gondoltunk eddig kellő súllyal, és mivel hát a társadalmi hálózat Magyarországon rendkívül szakadozott jelen állapotában, ezért el különösen kell gondolni. Tehát, hogyha egy közösséget, egy értékrenddel bíró közösséget sikerül akármilyen kicsi körökben kialakítani, az egy rendkívül fontos tényező az agyelszívásnak a meggátlására. 30 ország 180 egyetemével tart fenn kapcsolatokat, és mintegy 60 országból fogad diákokat az egyetem. Egy-egy öreg diák találkozón 5 kontinens találkozik Budapesten, a szónokoktól pedig rendre elhangzik a köszönet a Semmelweis Egyetemen folyó magas színvonalú oktatásért. A Semmelweis Egyetemnek ez az egyik legnagyobb eredménye, amit kivételesen politikai hovatartozástól függetlenül minden kormányzat elismer. Ettől sokkal többet jelent az egyetem számára az, hogy Európa elismeri, sőt az Euróatlanti közösség elismeri, hogy ezen az egyetemen nem csak az anyanyelven magyarul, hanem németül és angolul is világszinten zajlik az orvos, fogorvos és gyógyszerész képzés. A mérleg tulajdonképpen úgy van ható meg, hogy ennél jobb nagy követeink nincsenek a nagyvilágban, és ez nem csak a Semmelweis Egyetemre vonatkozik,
nem csak Budapestre vonatkozik, hanem Magyarországra is vonatkozik. Amikor annyi elferdített, rossz és tendenciózusan elferdített hír jelenik meg rólunk a nagyvilágban mindenütt, akkor nagyon fontos, hogy a valós értékeket a Semmelweis Egyetemen diplomázott emberek hiteles értékítéletét is megismerhesse a nagyvilág. Német nyelven 1983-tól, angol nyelven 1989-től van lehetőség orvostudományokat tanulni az egyetemen. Negyed százada még a vasfüggöny mögé érkeztek az első próbálkozók. Azt kell mondanom, hogy én 83-kal ide jöttem. Ez volt az első évfolyam, aki ide jött. És ez valami nagyon különleges volt, mert a régi időkben egy kicsit más, mint ma. És én ezt nagyon-nagyon szerettem, és büszke vagyok arra, hogy itt a Semmelweis Egyetemen tudtam tanulni. A képzés fontos feltétele a gyógyítási gyakorlat. Hazánkban is működik az európai modell. Az egyetemek és a hozzájuk kapcsolódó klinikai tömbök egyaránt szolgálják a progresszív betegellátást, a minőségi orvosképzést. A Semmelweis Egyetem 24 klinikáján évente 2,5 millió orvosbeteg találkozó történik. A teljes magyar fekvőbetegellátás csak nem 5%-át az intézmény látja el. Itt nem csak olyan betegellátási tevékenységről beszélünk, amely az orvosképzéshez szükséges, hanem megfordítva, az orvosképzéshez olyan betegellátó helyek szükségesek, ahol nem csak idézőjelben van gyógyító orvosok vannak, hanem mind a kutatásban, mind a képzésben részt vesznek, és egy olyan oktatási rutinnal rendelkeznek, amely feljogosítja őket arra, hogy az orvosképzésben, orvos továbbképzésben napi szinten részt tudjanak venni. És itt külön kiemelni azt a mestertanítvány viszonyt, ami az orvosképzésre jellemző, és a betegellátásban is megfigyelhető, hogy egy mester, aki egy egyetemi klinikán nem csak oktatással és betegellátással, hanem kutatással is foglalkozik, jóval nagyobb mértékben tudja inspirálni azokat a hallgatókat, akik nyitottak a medicina felé. A támogató háttér az egyetem esetében is a könyvtári rendszer. Feladata őrizni, restaurálni és biztonságos állapotban tartani a régi műveket, közöttük az ős nyomtatványokat vagy az 1500-as évekből származó eredeti Vesalius-t. Ugyanilyen fontos a hallgatók és oktatók támogatása magyar, német és angol nyelvű szakirodalommal, a kutatók számára pedig hozzáférhetővé tenni a legkorszerűbb adatokat. Ehhez az eszközpark 4000 számítógép. Gyakorlatilag ismerjük, hogy a világon mit tanítanak. Részben a honlapokról, amelyeket rendszeresen nézünk. Részben pedig a Semmelweis tanárai, azok nagyon gyakran vannak külföldön, és hát bizony olyan feladatokat adnak nekünk, hogy meg kell felelni annak, mintha a Bethesdába dolgozna. Tehát mondják a tapasztalataikat. Nekem volt egy rektorhelyettesem, a Lapis Károly, aki azt mondta, hogy a legjobbnak kell lenni. És én ezt nem felejtem el, tehát ezt mondta ő 20-25 évvel ezelőtt, és bizony ő alatta vezettük be a Medline-t, a számítógépet a könyvtárba. És ő mondta azt, hogy a kutatóknak maguknak kell az irodalmat keresni. A könyvtárnak segíteni, támogatni kell, de minden számítógépen működni kell az online folyóiratoknak. Illetve volt egy könyvtárelnök, a Majorosi Kálmán, az meg állandóan a online könyveket mondta, akkor, amikor mi még nem is hallottunk róla, hogy egy tudományos könyv az online elérhető legyen, és ma már itt van, nem csak az amerikai gyógyszerkönyv, európai gyógyszerkönyv, hanem hát legalább 70-80 tudományos szakkönyv van online elérhető az egész egyetemen. Fogorvostudományi könyvek, hematológiai könyv, introbatlasza és így tovább. Tehát könyvek, folyóiratok, adatbázisok. Mindez 24 órában a könyvtár szolgáltatásában. A kapcsolat a nagyvilággal más szálakon is él. Egy 84 kórházat és klinikát összefogó német betegellátó konzorcium javaslatára Hamburgban nyitotta meg kapuit a Szent György Kórház területén az Asklepios Campus, a Semmelweis Egyetem németországi oktatóhelye. A fogorvostudományi kar szintén német kezdeményezésre indított kétféle közös posztgraduális képzést. Az egyetem harmadik külföldi partnere a Lugánói Egyetem. Az intézménnyel közös gyógytornászképzés azt jelenti, hogy a svájci hallgatók a saját, egy országra érvényes diploma helyett a Semmelweis Egyetem Európai Unióban elismert dokumentumával rendelkezhetnek. Ez egy kiválóságokat felmutatni tudó egyetem, akkor azt is el kell mondjam, hogy,
hogy a kutatásban döntően élen jár. Az a Tudományos Akadémiával 22 olyan kutatócsoportja van, amelyet a Tudományos Akadémia is támogat, és az egyetem saját erőforrásából is hozzá tud tenni ezekhez a kutatásokhoz. Illetőleg a múlt évben számba vettük nemzetközi szinten mérhető és nemzetközi szinten is jegyzett az elmúlt 5 év eredményei alapján kiválóságnak tartható kutatócsoportot és 83-at tudtunk identifikálni a Semmelweis Egyetemen, és ezeknek a rendkívül ambiciózus vezetőknek, kutatóknak az eredményeképpen évente annyi tudományos eredményt publikálunk, amelynek a számban kifejezhető tudománymetriai adatai alapján a Tudományos Akadémia és az ELTE mellett az első háromban a Semmelweis Egyetem tudományos mutatói helyezkednek el. Mindezek alapján az intézmény 2010-ben megkapta legújabb elismerését, a Kutató Egyetem címet.